Sziasztok, ez itt a Mise Vlog. Az előző részben azt néztük meg, mi mindent kell tudni az eukarisztia, vagyis az áldozat liturgiájáról. Most innen folytatjuk. Az áldozat liturgiája a felajánlással kezdődik. De mi az, hogy felajánlás? Amikor valamit felajánlunk, akkor lemondunk arról, ami a miénk, valamilyen nagyobb jó érdekében. Mindent Istentől kaptunk, és szeretnénk ezt neki megköszönni, meghálálni, ezért hozzuk az oltárra a kenyeret, a bort és a vizet. Ez a mi áldozati adományunk. Az egyház kezdetén a hívek hozták a kenyeret a szentmiséhez. Már tudjuk, hogy Jézus az utolsó vacsorán nagy valószínűséggel kovásztalan kenyeret használt, de az őskeresztények kezdetben kovászos kenyerrel mutatták be a szentmisét, végezték a kenyértörést. A görögkatolikus szertartásban mind a mai napig kovászos kenyerrel mutatják be a szentmisét. A későbbiekben kolostorokban élő szerzetesek állították elő a szentmiséhez szükséges kovásztalan kenyeret. A könnyebb kioszthatóság kedvéért kis kerek ostyákat állítottak elő, ahogy azt mind a mai napig tesszük. Az ostya szavunk a hostia szóból származik. Ez az Ószövetségben az áldozati állatra használt kifejezés volt. A felajánlás szövege így hangzik: áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Erre válaszolja a minisztráns vagy a hívek: áldott legyen az Isten mindörökké. Jézus is hálaadással kezdte az utolsó vacsorát. Utána következik a bor előkészítése. A pap beletölti a bort a kehelybe, és ezt mondja: a bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. A borhoz egy csepp vizet tesz hozzá, majd így imádkozik: áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Erre válaszoljuk: áldott legyen az Isten mindörökké. De miért is tesszük hozzá ezt az egy csepp vizet a borhoz? Ennek legalább három magyarázata van. Egyrészt Izraelben sosem itták tisztán a bort. Másrészt kifejezi a földi élet tökéletlenségét szemben a mennyei tökéletességgel. Harmadrészt, amikor Jézus a kereszten már meghalt, és a katona megnyitotta a láncsával az oldalát, abból vér és víz ömlött ki. Amikor ezt az egy csepp vizet hozzáteszem a borhoz, szoktam rövid imával gondolni azokra, akiket felajánlom ezt a szentmisét. A bor felajánlása után a pap meghajol az oltár felé és ezt imádkozza: alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Ünnepi miséken ilyenkor következhet a tömjénezés. Megtömjénezzük az áldozati adományokat, a kenyeret és a bort, az oltárt, a feszületet, az áldozatot bemutató papot, illetve a híveket. A hívek megtömjénezésekor arra gondolunk, hogy Isten az ő saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket, és az Isten képiségnek járó tiszteletet fejezzük ki vele. A felajánlás alatt énekelni szoktunk, ezt hívjuk felajánlási éneknek. Ez alatt történik a persejezés. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kell pénzt gyűjteni éppen a mise közepén. A felajánláskor azt is mondjuk, hogy mi a sajátunkból adunk, közösbe adunk. Az ősegyházban, mivel azt akarták, hogy senki se legyen gazdagabb vagy szegényebb a másiknál, kiki elhozta azt, amire nem volt szüksége, és a szentmisén kiosztották a rászorulóknak. Ezek élelmiszerek voltak, ruhák voltak, és valóban a közösség igénye szerint gyűjtötték össze, és kinek-kinek szükséglete szerint adtak belőle. Ennek a mai formája a persejezés. Nyilván, most, hogy már pénzzel tudunk fizetni, pénzt szoktunk gyűjteni. Mire is használjuk a persejpénzt? Igazából ebből kell tudni fenntartani a templomot, ebből kell tudni az alkalmazottak bérét kifizetni, és egyéb más kiadásokat, amelyek a liturgiához kapcsolódnak. Az év során néhányszor meghatározott célra gyűjtünk. Ilyen lehet az úgynevezett Péter fillérek, amikor is a pápa karitatív tevékenységét támogatjuk. Vagy ha valahol valamilyen baj történik, árvíz, tűzvész, akkor a hívek adományából segítjük a bajba jutottakat. A felajánlás végén a pap kezet mos. Odafordul a minisztránshoz és magában imádkozik: mosd le, Uram, bűneimet, s vétkeimtől tisztíts meg engem. Az ősegyházban, mire kiosztották az élelmiszert, szükség is volt, hogy a pap kezet tudjon mosni, hiszen ezután az oltári szentséget fogja a kezébe. Ma ennek inkább lelki értelme van, Istentől kérjük, hogy tisztítsa meg a lelkünket, hogy méltóképpen tudjuk bemutatni a legszentebb áldozatot. Ezután a pap a hívekhez fordul: imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. A hívek válaszolják:
fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Ezután egy rövid ima jön, amit felajánlási könyörgésnek nevezünk, és következik egy hosszabb imádság, amit pedig prefációnak hívunk. Ezt az imát egy hármas párbeszéd vezeti be. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Azért fontos ez a hármas párbeszéd, mert kifejezi azt, hogy a Szentmise kezdetétől fogva hogyan készítjük a szívünket, lelkünket a legnagyobb találkozásra Jézus Krisztussal. Ezután következik a hosszabb előkészítő ima, a prefáció. Ilyenből több fajtát találunk a misekönyvben. Valami egy-egy liturgikus időszakhoz kapcsolódik. Van prefáció vasárnapra, hétköznapra, egy véltanú szentnek az ünnepére, vagy más szándékokra. A prefáció után következik a negyedik állandó rész, a Sanctus. Szent vagy rész, tehát az eleje, a jelenések könyvéből származik, Isten dicsőíti. A hozsanna szó kicsit nehezen érthető. A héber hosiánák szóból ered, aminek jelentése ments meg, szabadíts meg. Egyfajta éjjelzés volt, hiszen így köszöntötték Jézust is, amikor bevonul Jeruzsálembe. Itt a messiásnak kijáró üdvözlés volt. A messiás, Isten fölkentje, akit Isten küld. Ezért is énekeljük azt, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, azaz Jézus maga, aki néhány pillanat múlva jelen lesz az oltári szentségben, a kenyérben és a borban. Minden szentmisében tehát két felajánlás van. Az első a kenyér és a bor felajánlása, ami tulajdonképpen csak az áldozati adományok előkészítése. A második, a fontosabb, ami az átváltoztatás után történik, amikor jelen valóvá válik közöttünk az új szövetség áldozata, amit felajánlunk a mennyei atyának, és Krisztus áldozatához kapcsolódva önmagunkat, életünket, áldozatainkat Istennek ajánljuk. A mai alkalommal a felajánlási résszel foglalkoztunk. A következő részben megtudhatjuk, mik is azok a kánonok, és azt is, hogy honnan származik a hókusz-pókusz kifejezés.